Andris az általános iskola felső tagozatában kezdett kézilabdázni Cinkocki Tibor tanítványaként. A Digisportnak azt mondtam 7.-8. korom óta, de az akkori tesi tanárom Cinkocki Tibor azt mondta, hogy én már 6. is ott voltam, tehát 6. koromban kezdtem el. Szerencsére olyan szülőket adott nekem a Jóisten, hogy mindent, amit akartam, szerettem volna, megkaptam, minden támogatást. Tehát, hogyha valami volt, támogattak, ha hullámvölgy volt, akkor is mellettem álltak, ha nagyon mély ponton voltam, akkor ők lendítettek át, hogyha ők nincsenek, akkor én sehol nem vagyok. Kezdetben ő is a góllövés öröméről ábrándozott, ám hamarosan a kapuban találta magát. Először még jobban mozogt az, hogy én gólokat dobáljak, rohangáljak, futkározzak, aztán viccesen szóval kicsit ápocagosodtam, és jobban tetszett az, hogy nekem a kapuba kell idézőjelben állnom. Az út egyenes volt a kiskörösi KSK csapatához, ahol végigjárva a korosztályos csapatokat sorra jöttek az eredmények. Tavasszal szinte az érettségivel egy időben bajnok lett a junior csapattal, és az előző bajnokságban már védte a felnőtt csapatkapuját is. Természetes módon képbe került a továbbtanulás kérdése is. Szerencsére az érettségim jól sikerült, most pedig az Eszterházi Károly Egyetemen Egerben fogok tovább folytatni tanulmányomat, akár mint testnevelő edző. A választásodat mennyire határozta meg a kézilabda? Teljes mértékben a kézilabda határoztam meg, hiszen októberben voltam próbajátékon az SBS Eger Eszterházinál. Ott megfeleltem, és mondták, hogy amennyiben az iskola is sikerül, örömmel válnak a csapatba. A Digi Sport játékába egy évvel ezelőtt került be, megnyerte először a hét, majd a hónap hőse szavazást, most pedig az év hőse címért száll versenybe. Ez egy elismerés a munkám felé, amit eddig végzek, hogy jó úton haladok. Nagyon sok erőt merítek benne, amikor látom, hogy akár itt körösen az utcán megismernek, köszönnek, gratulálnak, illetve mondják, hogy szavaznak rám. Ez hatalmas plusz, mind lelkileg, mind mindenhogy, tehát úgy gondolom, hogy ebből csak jó dolog sülhet ki. Szavazni ma hajnal óta lehet egészen az évadot lezáró gála felvételeig. 2016. szeptember 12-e, hétfő 17 óra 59 percig. Ekkor közjegyző jelenlétében lezárják a szavazást. És hogy fokozzák az izgalmakat, egészen az eredmény hirdetésig a zárógála időpontjáig nem fedik fel, hogy ki áll nyerésre. Csak egy grafikont láthatunk a profilképek alatt, mely az egyes versenyzőkre beérkezett szavazatok utáni százalékos állást mutatja.